mai ünnep ráébreszt arra, hogy mi magyarok nem csak gazdagok, de mérhetetlenül erősek is vagyunk. Szabó Péter polgármester köszöntőjében Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott Magyar Kultúra napján szervezett ünnepségen arról beszélt, hogy a kultúra alapvetően gyökeret ad az ember számára, elhelyezi és megtartja a világban. Az Atomvárosban már 17 éves hagyomány, hogy jutalmat adnak át ezen a napon. Idén az elismerést Péters Mária és Bunkóczi András kapták. Péters Mária az elmúlt 40 évben a kulturális élet számos területén bizonyította elhivatottságát, két maradandó alkotására a legbüszkébb. A Deák iskola évkönyvei, az a 4 darab, ami elkészült 2000 óta mostanáig, illetve a legutolsó, ami a múlt héten jött ki a nyomdából, a Herceg Ágnes gyűjteményének a lejegyzése, amit Urta István kollégámmal készítettünk el. Talán ezek azok, amik így most leginkább a szívemhez legközelebb állnak. Bunkóczi András is egész életében sokat tett a kultúráért. Petőfi túrákat szervez, megalapította a Schiller Nótakört, komoly zenei estet rendez. Szabad idejében végzett munkássága nem csillapodott a nyugdíjas éveiben sem. A második 26-án az Erzsébet szállóban ugye lesz a városi vetélkedő, a kulturális vetélkedő. Ugye 7-16-án akkor a Szent István téren úgy szintén a 4. komoly zenei koncert. A kultúra napi ünnepség Csík János és a Mezzo zenekar koncertjével zárult Pakson. Szép a kérdőtem jár, de mi az éjjel vélem áll.